Sziasztok, boldog pénteket mindenkinek, ez itt ismét a Binding of Isaac, és próbáljuk meg a Host Challenge-et. Ugye, ez mit tud? Ó, legyek, és legyek. Így van. Szóval, legutóbb az Ezzel-lel játszottunk, ahol sikerült bossrest megoldani, de sajnos Mom szívénél már nem jutottunk tovább. Még egy van. Örülnék, ha nem tennéd. Hol vagy? Hol vagy? Itt vagy. Hát erről lekéstünk. Gyerünk már, aha. Ez az. Jó, megyünk tovább. Egy centet hallottam leesni a földre. Ugye fülessel játszom, úgyhogy úgy eléggé erősen kijön, hogy mégis mi van. Mom lábáig kell mennünk. Nem tudom, hogy van-e... Jó, ez a boss room. Nem tudom, hogy milyen roomjaink vannak. Van egy Two of Clubsunk, amit most jelenleg nekünk nem éri meg eljátszani. Itt van a centünk. És sok van, az biztos. Ahova egyelőre nem megyünk be, úgyhogy egy kulcsunk van, illetve lehet, hogy kettő lesz. Meglátjuk. Szóval nyilván jó lenne mindenkivel majd a bossrást megcsinálni, és hást is. Jó, ez ilyet nem kéne. Miért van nektek ennyi HP-tok? Igazából nekem van kevés damage-em, úgyhogy annyira nagyon jó, mivel már sebződtünk. Jó, mondjuk itt nem lesz dealünk, az biztos. Ó, oh, hello. Sajnos ez most így kicsit furán jött ki. Nem baj. Two of Clubsot visszük tovább magunkkal igazából. Nyilván előtt meglátjuk, hogy mi van a bossnál, mert az is egy nagyon fontos dolog, Regman. Regman. Jó, ezt a Spirit Heart ez nem fogja túlélni, úgy érzem. Azért a legyek segíthettek volna a fej elpusztításában. Jó, ezeket kikerüljük szépen, és... Na. Ó. Most látom csak egyébként, hogy piros szeme van. Jól látom? Lehet, hogy nem azzal kellene foglalkoznom, hanem a pókokkal először. Jól van, egy fél Spirit Heart túlélte, és kaptunk még egy HP-t. Kiváló. Ami azt jelenti, hogy nem megyünk be a shopba, két centünk van, nyilván lehetne még kilőni dolgokat, bár olyan sok minden kilőhető nem volt, amit hagytunk volna. Ez megír egy bombát. Pláne, hogy lehet, hogy itt van a Secret Room. Egy Crawl Space van itt. Még jobb. Megnézzük, hát ha egy Black Market. Sajnos nem, és legyek sincsenek itt. Ugye mostantól minden légy, ami jön, az a mi érdekeinket szolgálja, tehát így azok mind kék legyek lesznek. Oh, hello, lust. Meséljetek el a kommentben, hogy mit szerettek az őszben. Mert most már ugye, hát most jó, nagyjából most kezdődött... Nagyjából most kezdődött el az ősz, amikor én ezt felveszem. Ti ezt egy kicsivel később fogjátok látni ezt a videót. De azért érdekel, hogy mit gondoltok. Mi a szép az őszben? Szerintem az, hogy jön a tél, és megdöglenek a darazsak, meg az egyéb zümmögő dolgok. Mondom ezt úgy, hogy a legyeket most jelenleg szeretjük. Szóval az ősz gyönyörű szép tájakat tud eredményezni. Én ezt nagyon szeretem benne. Illetve már nincsen olyan nagyon meleg, mint ami nyáron. Tehát igen, kitalálhattátok, én nem igazán kedvelem a nyarat, sem úgy általában a melegebb hónapokat. Ez az, és már csak ez a kis pók. Úgy, egyelőre még tartjuk magunkat a dealünkhöz, amit itt fogunk elbukni. Főleg, ha az ráugrik arra a tűzre, a legyünk elintézte, úgyhogy ettől már nem kell tartanunk. Így né, még egy cent. Lassan megéri nekünk bemenni a boltban, ne, jól van.
sajnos ezekkel a legyekkel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Illetve nem. Nem a legyekkel van nekünk ez az item, hanem ugye ez azt csinálja, hogy a piros legyek azok nem adnak contact damage-et. Hát eddig kiválóak vagyunk. Ajjaj. Áú, ennyi volt a dealünk. Áú. Kicsit koncentrálok. Jó, egy pókunk született, aki meg is halt rögtön. Ezt nem így kéne. Olyan jól játszottam az egész szinten, és erre a bossnál rontom el az egészet. Na, őt kéne eltalálni mondjuk. Nem csak úgy mellé lövöldözni. Ja, hogy ezen igen, ezen csúszom. Tehát azt vigyázni kell ezzel a barnával. Jó, most már vége. Dealt természetesen nem kapunk, mert eléggé rosszul játszottunk. Viszont ugye kaptunk egy full health-et. Jó, előjük a Two of Clubs-ot, mert most már 8 bombánk lett. És bejövünk ide. Adjál nekem 5 centet. Nem adott nekem 5 centet. El tudnánk játszani sok-sok pénzt, de ez nem ér meg nekünk 7 centet szerintem. Helyette egy Spirit Heartot fogok eljátszani. Igen, ez így egy rossz, kicsit rossz játék volt. Nem, ez nagyon rossz játék volt. Oké. És pókok. Nagyon jó. Ezzel megyünk tovább. Ugye... valószínűleg egyébként mellette volt a Cursed Room mellett a Secret Room. Szóval végre itt az ősz. És én ennek tényleg igazán örülök. Nyilván a gyerekek, illetve fiatalabbak, akik még iskolába járnak, ennek sokkal kevésbé örülnek, hát ezért nem érte meg bejönni. De azért lássátok be, hogy van jó dolog is abban, hogy iskolába jártok. Ja. Most ez kicsit összeszedetlen volt, csak most figyelnem kell arra, hogy szobák vannak. Megpróbálok a kommentáromban egy kicsivel interaktívabbá válni. Fekete pók, fekete pók. Ne, te voltál az utolsó pókom. Na mindegy, megyünk tovább. Továbbra is lövöldöznek, itt egy tintidrok. Igen, ez ostobaság volt, mondhatjuk úgy. Az a baj, hogy ők át tudnak ugrálni a sziklákon, én viszont nem. Ennyi. És nekik nagyon sok életük van, nekem meg nagyon kevés. Na jó, olyan kevés nincsen, mert mindig meg tudok belőlük ölni sokat egyszerre. Viszonylag egyszerre. Jó, kulcsunk nincs, hogy oda bemenjünk sajnálatos módon. De talán szerzünk kulcsot, és örülnék, ha nem hagynál creepet, mert akkor nem fog tudni oda menni és ellátni a bajodat. Így, kaptunk egy battery charge-ot, nem mintha tudnánk valamire használni. Igazából lássuk a boss-t. Még mindig kicsit a legutóbbi bossrás kísérlet hatása alatt vagyok olyan szempontból, hogy igyekszem gyorsan játszani. Ami nem feltétlenül jó, mert nem igazán az én stílusom Isaacben az, hogy gyorsan játszom. Ebből baj lesz, ebből baj lesz, ebből nagy baj lesz. Az a baj, hogyha egy felrobban, akkor kb. Az összes. Értve ez nem baj. Csak úgy kellene valahogy időzíteni, hogy rá robbanjanak, és ne rám. Áú. És ugye a megölt ellenségekből pókok lesznek, oké. Okay. És kérem szépen a dilemet. Pentagram az kiváló, és most Necrampuszt kérlek. Oké, okay. Goathead, Dark Bomb. Ez nekünk mindhárom kell. Az a nagy helyzet. Így van. Gyerünk Dark Bomb. Szedd össze ezt is. És most backtrackelünk. Dark Bomb. Azért kötelező felvétel, mert ő életet ad nekünk, tehát egy piros szívet elcseréltünk
majdnem, hogy végtelen sok Spirit Heartra. Nem, még semmi. Amit nyilván valamelyest, valamelyest elpocsékolunk azzal, hogy itt bejöttünk a Curse Roomba, teleport kártya nélkül mondjuk, és igazából vannak kulcsaink. Adjál van jót. Nem, ezek nem jók. Nem ilyenre gondoltam. Kiváló. Jó. Meglátjátok, hogy meg fog térülni, szóval a Dark Bomb igazából mindig megtérül. Mert látjátok, már egy szívet adott nekünk, már két szívet adott nekünk, illetve pókokat tud adni. Ami szintén jó tud lenni. Jó, egy damage-akunk már volt, de azért én ennél valami jobbra, jobbat szeretnék. Ezeket itt most komolyan így... Igen, ezeket komolyan így. Na jó, először is végzünk veled. Tehát azt máshogy nem tudom, vagy felrobbantom ott azt a dolgot. Márpedig miért ne robbantanám fel. Így, ni. Muszáj volt egy bombát használnunk. Ó, és a tikkem van, tehát nem tudunk felvenni semmit gyakorlatilag. Semmilyen trinketet, hát ezt már, ezt muszáj lesz. Ezt azt hiszem muszáj lesz. Így, mi már is érezzük, hogy jobb a damage-ünk. Dark Bomb. Vedd föl szépen. Nem adsz nekünk semmit. Még adhatsz. És ott egy Tinti Drop. Úgyni. És igazából itt robbantsunk. Hát, ha Crawl Space jön. De hát nem az jött, sajnos. Én már nem fog backtrackelni. Ami azt jelenti, hogy ezeket tényleg ki kell így nyitogatni. Hoppa, dílbe bementünk. És még ezt is ki kell nyitnunk. És ezek pókok. Jobban örültem volna, hogyha az utolsó chestben van a deal. Pókok azok ellátták a... meg a legyek. Jó van, már csak kettő van. Még mindig kettő van. Egy van. És... kaptunk egy ilyen kukacot. Hogyni? Egyébként ezeket a challenge-eket, a Suicide King-et leszámítva, a sima Rebirth-öseket, azokat már mind megcsináltam a másik account-tal, és volt, amit élveztem, volt, amit nem. A Suicide King-el jelenleg úgy vagyok, hogy... hogy meh. Eljutottam. Ha lenne Space Bar itemünk, ez nagyon jó lenne, de nincsen Space Bar itemünk. Úgyhogy én itt most nem veszek semmit. Megyünk tovább a következő szintre. Ennyit fogunk csinálni, ugye Secret Roomot nem kerestem, nyilván Goathead miatt nyitva van a deal most már állandóan. És láttam egyébként még fura dolgot, ugyanis a, az OBS, amivel most fölveszem ugye az Isaac-et is, az, hát az előbb vettem föl Siberiát, és nagyon durva frame dropokat jelzett, úgyhogy előre is elnézést, értve nektek már utólag is elnézést kérek miatta. Azt hittem ki tudom kerülni, és a centért meg visszamentem, úgyhogy ez így nagyon nem érte meg. Szóval, most egyelőre nem látom, hogy Isaacnél is írna ilyeneket, de ha mégis lenne ilyen, akkor elnézést kérek, nem tudom miért van, lehet egy újraindítás kéne a gépemnek, vagy valami hasonló. Úgyhogy... ja igen, ahogy észrevehettétek, újraindítottam a Siberia sorozatot, akit érdekel nyilván, tehát akit nem érdekel, az most ne figyeljen ide. Még mindig elképesztően bugos az a játék. Tehát azzal valamit kezdeni kéne, én nem értem, hogy ennyi ideje kín van, és nem voltak képesek patch-eket kiadni hozzá. Jó, drobbant fel őket, semmit nem kaptunk belőle. Én ezt a fekete szívet nem vagyok hajlandó most erre elpocsékolni. Akkor... á, nem, ott nem lesz Secret Room. Jó, akkor megyünk bizony tovább. Jó, ez az. Így kell ezt csinálni. Igazából sok helyen nem lehet Secret Room. Mint hogy nem láttam még olyan helyet, ahol lehet.
Jó, az a fekete szív, ez... Ez most már csak fél, igazából itt lehet bőven. Igen, ez volt az első hely, ahol lehetett. És... Jó, a deal chance-ünk az 100%, de hát kapunk valamit. Nem, nem igazán kapunk semmit. Kaptunk egy live bombát. Meg egy sima bombát, és itt van a shop. Ahol 11 centből... Nem igazán tudunk semmi érdekeset venni magunknak. Továbbra sem. Te vagy az, aki nekem most nagyon nagy problémát okozol azzal, hogy létezel. Inni. Örülnék, ha lennének olyan itemeink, amikkel tovább... Jó. Amikkel tovább tudnánk generálni legyeket. Mondjuk egy Rotten Baby. Ja, a Liberty Cap hiába, nem tudjuk fölvenni. És szerintem kell, hogy legyen nekünk még egy, ez a szoba, ez már megint itt van. Kellene, hogy legyen nekünk egy arcade-ünk, mert Caves 2-n vagyunk, van egy Lemon Party pillünk. Azt a bossnál lehet, hogy érdemes lesz ellőni. Hello, Gördi. Áú, ez nagyon nem így kellett volna. Így Gördinek annyi. Még ezeket a nabokat kilőjük, és természetesen kapunk díjat. Meg egy Pierce Shot Speed Upot. És Krampus! Ki gondolta volna? Jó. Jó. Az a baj, ez a piros tűz is el akar engem kapni. Menjél bele a tűzbe, Krampus! Nem akarsz belemenni a tűzbe? Nem voltam elég gyors? Te Krampus! Ezt hagyd abba! Nagyon gyorsan elfogytak a bombáim. Jó. Kaptunk egy lampokból. Most már van egy bombánk. Jó. Darkman, légy szíves, azt szedd föl, és adjál nekem egy spirit heartot, de még ma. Kiváló, köszönöm szépen. Jó, én azt mondom, hogy még gyűjtögessünk egy kicsit. Darkban. Köszönöm szépen. Na, ezért éri meg Darkban, látjátok? Mert akármennyire elrontottam a lehetőségeimet. De ott kiváló helyen vagy. Azaz. Hozzá se kellett érnem. Tehát így bement a tűzbe, és ott meghalt vala. Ényni. Mi van erre? Három irányba lövő pókok. Jó, már csak arra az egyre kell koncentrálni. Jó, és mi van itt? Kis kakik. Speed up. Nagyon jó. Felgyorsítja egy kicsit a dolgunkat. Darkban, köszönöm. Még egy fél szív kellene neked, igaz? Hát ott van egy egész. Köszönöm. Nincs bombám sajnos. Pedig eljátszanám egy HP upért. Sajnos ugye a dealünkben Krampus volt. Menjünk be, menjünk. Itt mi volt? Nincs bombám. Jaj. Ez megint megérte nekünk. Most nagyon kegyesek hozzám a cursed room-ok. Megint. Mondom, aztán valószínűleg a következő szinten majd ez így jól elmúlik. Jó, nézzük meg, mit tudunk 12 centből venni. Van egy féláru kulcs, amire nincs szükségünk. Egy kártyát talán tudnánk venni, de én inkább tovább gyűjtöm a pénzt a következő szinten. Egy sokkal jobb dologra. Ott Krampus volt, úgyhogy mehetünk. Na nézzük. Mi van itt? Itt egy kulcs van, ami annyira nem érdekel minket. Ezt a tüzet kilőjük, mert hát ha pénz van benne, de nem volt benne pénz. Te dobsz egy pókot is, igen. Jó, és akkor te is gyere ide.
4, ennyi volt. Van egy battery charge, és tinted rockot nem látok, nem mintha lenne bombánk, mert hogy 6 kulcsunk van, de bombánk az bizony nincsen. Hello, little hound. Egész jó a damage-ünk. Legalábbis most így érzem. Nem szeretem a creepeteket. A creepet nagyon nem szeretem. Az egy nagyon alattomos játékmechanika, és kérek szépen egy Spirit Heartot. Még jobb, Black Heart, kiváló. Jajaj. Nem érzem magam jól itt ebben a szobában jelenleg. Jó. Inni, és téged is hátba támadunk, téged is, nem? Téged is hátba. Jó, ez a lény volt, ez nem én voltam. Ez az, Darkman. Semmi, nem baj. Azt hittem, hogy greed lesz. Jó, pay to play nem, mert van jelenleg kulcsunk. Egy Spirit Heartot venni, nem látom sok értelmét, a stopwatch viszont nem lenne rossz. Egy bomba kellene nekünk, vagy úgy néhány. Úgy 99. Ide nem éri megjönni nekünk, mert itt semmi nincsen. Na menjünk tovább. Mit látunk erre? Semmit. Továbbra is semmi, ez egy nagy zsákutca volt, hát nyilván leszámítva a shopot. Egy item room az nincsen ezen a challenge-en, csak és kizárólag shop. Ennyi, még egy kulcs. Bomba kellene, hogy legutóbb panaszkodtam, hogy nem kapunk kulcsokat. Most jelenleg kulcsunk az van, bombánk nincsen. Lamp of Call miatt érdemes messzebb menni, bár úgy nehezebb, hogyha nem látod, nehezebb célozni, hogyha nem látod az ellenséget. De Lamp of Call-al nagyobb lesz a damage-ünk. Au. Nem, hát ez kész. Jó. Ez megérte a fekete szívet. Tehát egy ilyen helyre berak, bomba nélkül. Akkor az természet, ott egy tinted rock. Az a tinted rock, az... Nagyon jó. Ez az. Darkman. Köszönöm szépen, Darkman. Igazán kiváló. És valószínűleg itt lesz alattunk a... Nem ott van a secret room. Nem, mint a ki tudnám robbantani. Ugye jelenleg nincsen rá lehetőség. Ez buta volt. Azt hiszem, tehát így nem tudom, mire gondoltam őszintén. Tehát erre nincsen mentség. Jó, ezt megint. Darkban. Köszönöm. Igen, az a baj, hogyha ilyen dolgokat vinnék magammal mam lába utára, ami ugye nincsen ebben a challenge-ben jelenleg, akkor nem tudna olyan gyorsan Darkban lépést tartani velem. Ó, egy bomba, és ez egy nagy boss lesz. És itt volt egy tinted rock, amit én szívesen kirobbantok, ha arról van szó. Ez egy small rock. Kiváló. Ez egy lemon party. Az is kiváló. És még mindig csak 13 centünk van, pedig hol vagyunk? Depths 1-en. Jó, igazából akkor már backtrackeljünk egy kicsit, tehát tényleg egyszerűen vicc, hogy 15 centet nem szedtem még össze, pedig nem vettem semmit a boltból. Jó. Ezt én így szoktam megoldani, ha nincs elég speedem hozzá, az ciki. Hát ez szép reflex volt. Azt hiszem, hogy ezt muszáj. Nem. Jó. Hát tudjátok, ebben a szobában nincsen bajom belül. Tehát ezt a Wheel of Fortune-t arra fogjuk használni, hogy generáljunk vele magunknak mondjuk Pretty Fly-okat, és eljátszom a mind az összes pénzemet, én máma minden mulatom.
ugyándozósokat nagyon nem csípem. Nem tudom, mondtam-e már, de ez így van. Júj! Ez majdnem. Itt fölöttünk lehet-e? Itt lehet. Tudom, egyetlen bomba, nagyon merész vállalkozás, és persze, hogy nem is ott volt. Jó, akkor viszont játsszuk el a maradék pénzünket. Mondom, maradék pénzünket. Egy pretty fly, please. Plusz. Pretty fly. Egyébként itt vannak a bombáink, amik eddig nem voltak. Azért 5 centet lehet, hogy meg kéne hagyni. Mindenesetre a bombát már megkaptuk, amivel fel fogjuk őt robbantani. Ez az. Na, egy életet már kaptunk belőle. Igen. Jó. Kaptunk egy. Nem tudom milyen pilt. Mindjárt kiderül. Lehet, hogy nagyon nem jó ötlet egyébként ezt a bossnál eljátszani. Lockdown, hát igazából... ez egy dupla blighty dolgum, ami ráadásul creepet hagy, és ráadásul brimstone-ozik. Ez baj. Ez baj. Na, ez baj. Megoldottuk. Nehéz volt, de megoldottuk. Jó, Krampus már volt. Jó. Jó. Na, milyen itemeink vannak? Hát Guppyból nincsen elég. Úgyhogy én azt mondom, hogy Death Touch. És igazából a következő szintet kell csak túlélnünk, és talán menni fog ennyi élettel. Na, arcade-ünk lesz-e? Majd megtudjuk. Death Touch ugye nagyon jó, mert... ezt minek csináltam? Jó. Mert látjátok, hogy így... nem is spectral, de piercing shotokat ad nekünk, és jön még egy kéz, és ennyi volt. Itt mi van? Lehet, hogy bomba van benne. Van benne bomba, és élet is van benne. Köszönöm, Darkban. Tehát így elég jó a damage. Oké, tehát azért az, hogy Loki meg tud sebezni minket, az azért... azért eléggé kiábrándító, azt kell mondanom. Így mi. Jó van, monstróval elbántunk. Kaptunk egy kulcsot. És ezeket végre meg tudom ölni szemből is. Ha. És van itt egy picike, ami nagyon alattomos tud lenni. Így mi. Valamint minden nap tanul azért valami ilyet. Jó, itt van a manfight. Az ember, főleg Isaacben. Például, hogy nem szabad a tüskére rálépni. Például úgy, ahogy tettem, mármint, hogy nem tettem. Jó, hát itt semmi nincsen, ami nekünk megmenti ezt a ránt. De szerencsére csak mamik kell menni. Úgyhogy én még backtrackelek egy kicsit. Így fél órás lesz ez a rán is. Valószínűleg. Ó, ilyen. Egy kulcsért, persze. Jó, itt már 5 centet valószínűleg nem fogunk összeszedni, de azért hátha, és akkor meg lesznek a titkos helyek is a térképen. Persze, utolsó pillanatban kell neked is. Na, még egy szív. Köszönöm szépen, Darkbam. Igazán remek vagy, Darkbam. Darkbam, itt van neked még egy piros szív, semmit nem kapunk, nem baj. Tudom, másfél szívenként adsz csak. Hopp. Na, abból mi lesz? Semmi érdekes. Le tudunk menni akár a Dark Roomba. Nem biztos, hogy akarnék. Ez elég nyilvánvaló helyem volt. És lesz 5 centünk. Nem lesz 5 centünk. Azért ez eléggé... hogy mondjam, érdekes volt. Ó, rerollolom-e az egész runt? Könnyen lehet. Egyrészt ezt nyissuk ki. Már tele vagyunk élettel. Nem reroll sajnos.
Kaptunk egy halom mindent, gyerünk Darkban. Még ezt is Darkban. Jó, köszönöm szépen, hogy nem a lyukba raktad bele azt a szívet. Megtehetted volna. Tele vagyunk élettel, nem tudunk vele mit kezdeni. Van 15 centünk. Úgyhogy a Second Secret Roomot most már meg tudjuk találni. Jó, szerintem visszamegyünk a boltba, mert ez így már tényleg nevetséges. Tehát mit csinálunk itt? Annyi a dolgunk, hogy megöljük Mamot. Az meg azért sikerülni fog. Ennyi élettel. Legyünk őszinték, tehát ha ez nem sikerül, akkor akár abba is hagyhatnám én ezt az Isaac karriert. Igen, ott a Second Secret Room. Nagyon jó. Robbantsuk ki, mert van bombánk. Elég. És így van. Először a piros tüzeket. Jó, ezt óvatosan. Mert annak nem kell már sok. Igen, doboztologatós játék, szokobanozunk egy kicsit. Hú, azt a játékot de mennyire szerettem. Múltkor elővettem, mert hogy kipróbáltam, hogy hát hogy megy még, aztán bizony jól. Szerencsére, tehát azért remélhető, hogy az embernek az ilyen fajta tudása az nem kopik el. Na, szervusz, mám. És természetesen kék anyu. Figyeljük a lábat. Itt a láb. Egy Cube of Meat-nek is örülnék egyébként. Mint olyan nagy szükségünk lenne rá. Hello, Greed. És anyu. Áú. Anyu halott. Jó, vegyük fel, mit tudom én, a negatívot, tök mindegy, most már maxon vagyunk élettel, mit kapunk a dealben? De izgalmas, kapunk egy multidimensional babyt, ami semmit nem ér, elveszük a két Blackheartot, és elfogadjuk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és a jövő héten újra találkozunk egy Isaac résszel, mondjuk legyen Greed mód. Sziasztok!